Három éve kezdték meg a NATO bombázások óta használhatatlan Zsezsely híd újjáépítését. Az akkori tervek szerint 2013-ban kellett volna befejezni a munkálatokat, de pénzhiány miatt huzamosabb időre leállt az építkezés. A tartományi közigazgatás szerint a munkálatok pillanatnyilag folyamatosak, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztériumból azonban semmilyen információ sem érkezett. A helyszínről kapott jelentés alapján a munkások 8 új alkotóelemet szereltek össze. Egyidejűleg a híd 3-as számú tartóoszlopán is dolgoznak. Az építkezésen mintegy 120 munkás végzi feladatát, ebben a melegben is. Minden elismerésünk az övé. Forgatócsoportunk a délelőtti órákban mindössze néhány munkást látott a terepen, akik közül többen éppen nem is dolgoztak. Az arra sétáló járókelők nem túl derűlátóak a híd befejezésével kapcsolatban. Már évek óta várjuk, hogy befejezzék az új hidat. Fürödni sem tudunk a túloldalon, mert cölöpök és húzalok vannak a vízben, de csónakázni is nagyon veszélyes. Az Eiffel-tornyot 2 év alatt felépítették, ezt a hidat pedig 3-4 év alatt sem fejezték be, és még 2 évig biztosan nem is fogják. Az építkezés több ízben is akadályokba ütközött. Egy időben úgy hitték, hogy a munkálatok végleg leállnak majd. A szükséges szerződés kiegészítések aláírása után a tartományi kormány 2, Újvidék pedig 1 millió eurót biztosított a munkálatok befejezésére. A Zsezsely híd kiépítésének határidejét 2016. novemberére halasztották. A munkálatokat az is sürgetheti, hogy a jövő év folyamán a tervek szerint már nagyban folyamatban lesz a Belgrád és Budapest között húzódó vasútvonal korszerűsítése, amelynek a Zsezsely híd is része.